Nagyné László Erzsébet főigazgató, a kórház vezetése és az ellátott betegek nevében köszönte meg a szakdolgozóknak, ápolóknak és orvosoknak az év 365 napján 0-24 órában végzett kiváló felkészült szakszerű betegápolói, gyógyítói munkáját. Mindannyian tudjuk, hogy az ápolói hivatást nem szabad és nem is lehet belső motiváció nélkül végezni. Nap mint nap tapasztaljuk a körülmények nehézségeit, az egészségügyben dolgozók fizikai és lelki terhelhetségét. A legfontosabb érték egy egészségügyi intézménynél a humán erőforrás, az ember, aki nélkül nem létezik magas színvonalú gyógyítás és ápolás. Az önök, a ti munkátok alappillére a kórházunk működésének. Dolgozóink többsége minden évben képzésen vett részt és vesz részt, és az ilyen alkalmakon megszerzett tudást, ismereteket a napi munkátokba beépítve segítitek az intézményünkben végzett betegellátást. A világ nem olyan, mint a pandémia előtt. És akik nem az egészségügyben dolgoznak, esetleg fel sem tudják fogni, hogy önök, ti ebben az időszakban mind mentetek keresztül. Látták, olvashatták és hallhatták a híradásokban, hogy megfeszített munkát végeztek, saját egészségeteket kockáztatva, láthatták a fáradtságot az arcotokon, és míg több ember lehetőség szerint otthon maradt, ti minden nap felkeltetek és jöttetek dolgozni. Azok mellett voltatok, és vagytok ma is, akik betegen feküdtek, fekszenek kórházunkban, és adott esetben a látogatási tilalmak miatt egyedül küzdöttek a betegséggel, fogtátok kezüket, biztattátok őket. Ugyanezt tette a Vármegyei Közgyűlés nevében Huba Imre elnök, és jó egészséget kívánva az egészségügy minden dolgozójának. Engedik át meg nekünk, hogy évről évre, ezen a jeles napon megállhassunk egy pár percet, megállhassunk egy pár órára, elidőzhessünk az önök társaságába. Feltöltekezhessünk abból a lelki erőkből, amit önök sugároznak, és ami nekünk lételemünk, hiszen nekünk kell közvetíteni a társadalom felé, hogy az egészségügyi dolgozók hogy érzik magukat a munkájukban, hogy érzik a munkájuk megbecsülését, és hogy érzik a perspektívát, a jövőbe vetett hitüket, hogyan látják realizálódni. Ezért is a Magyar Ápolók Napja alkalmából fogadják őszinte nagy becsülésünket, fogadják legmélyebb tiszteletünket, és fogadják köszönetünket azért, amit több évtizede nyújtott színvonalas munkájuknak, mint Magyarország társadalma, mint pedig az egészségügy szakmai színvonala köszönhet. Kossuth Zsuzsanna életútját Szoboszlai Éva, a Magyar Ápolási Egyesület helyi elnöke ismertette. Mint elhangzott, a magyarországi ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja, Kossuth Zsuzsa hazánk első országos fő ápolónője volt. Irányításával pontosan meghatározták a szükséges kórházi felszereléseket, biztosították a gyógyszer és kötszerellátást, általános érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg, és betanították az önkénteseket. Olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely a mai és a jövő ápolója számára egyaránt példaértékű. Nem volt szakképzett ápoló, hanem országos jogkörrel felruházott személy, aki a háborús viszonyok közepette teljes odaadással ápolta a sebesülteket. 37 évesen New Yorkban halt meg, az ápolói hitvallását a következőekben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést és enyhíteni azt. A Kátai Gábor Kórház vezetése, a Magyar Ápolási Egyesület helyi szervezete és a Kátai Gábor Alapítvány a Magyar Ápolók Napján kiváló munkája elismeréseként oklevelet adományozott Saliga Józsefné, a gyermekosztály ápolója, és Szabó Istvánné, a belgyógyászati osztály ápolója részére. Közösségi munkája elismeréseként Ijésné Nagy Tímea, a járóbeteg szakellátás asszisztense, tudományos munkája elismeréseként Kabai Anna Mária diplomás ápoló, a gasztroenterológia szakasszisztense kapott elismerést, amelyeket Nagyné László Erzsébet főigazgató, Horvátné Vas Erzsébet ápolási igazgató, Szepesi Tibor polgármester és Huba Imre, a Jászhegyes Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke adott át.